Nem kell a régmúltba visszatekinteni ahhoz, hogy találjunk olyan esztendőt, amikor tavasszal gondot okozott a belvíz hajdunálás határában. Idén viszont úgy tűnik, kicsit szerencsésebbek vagyunk e tekintetben. A mezőrök bejárásai alapján vannak olyan mélyebb területek, ahol gondot okoz a belvíz, de összességében véve szépen húzódnak vissza a vizes területek, sőt, vannak olyan részek is, ahol gyakorlatilag egyáltalán nem okozott gondot a víz. Szerintem nem olyan veszélyes, mint az elmúlt időszakokban, a 2010-es években. A időjárásnak megfelelően már tűnnek ezek a vizek elfele, szivalkodnak elfele, és az önkormányzat most olyan szinten tud ebbe segítséget nyújtani, hogy dűlőt tartunk karba, és átereszeket, csatornákat, árkokat tisztítunk ki, átfolyókat tisztítunk ki. Ezek fontos munkálatok, hiszen ha egy düllőút a klasszikus bogárhátú felülettel rendelkezik, akkor az gyorsabban el tudja vezetni a vizet, illetve gyorsabban is fel tud száradni annak felülete, mintha gödrös, kátyús, vízállásos részekkel rendelkezne. Az önkormányzat igyekszik mindenhova elérni, de természetesen itt is vannak prioritások. Főközlekedési düllőkkel kezdünk, a határnak a nagyobb düllői, amelyekről a többi terület megközelíthető, és ezeket vettük első sorban előre. A megfelelő vízelvezetés a gazdáknak és az önkormányzatnak egyaránt érdeke, hiszen a tavaszi munkálatok már elkezdődtek, és ezeket el kell végezni. Sáros, nedves környezetben pedig ezt csak nagyon nehezen lehet megoldani. Úgy gondolom, hogy a gazdák nagyon sokat segítenek ebben, mert ők is oda teszik azt a részét, ami ők rájuk tartozik. Hát természetesen hátráltatta őket, de viszont még egyszer mondom, az időjárás segít benne. Illetve igyekszik segíteni a város is, hiszen a tervek szerint folytatódnak a munkálatok. Folyamatosan vannak a dűlőkarbantartások időjárástól függően. Árkokat tisztítunk, ismételtem, gajakat égetünk, patkázunk, útszélét takarítunk, ami ugye most a határhoz tartozik. Az előrejelzések alapján az időjárás kegyes lesz a gazdálkodók számára a következő időszakban, hiszen nagyobb mennyiségű csapadékot nem jósolnak, és zömében kellemes tavaszi idő várható, amely nem csak a városi embernek, hanem a határban gazdálkodóknak is megfelel majd.